Egy közelgő temetői sétát ajánlott a Szépítő Egyesület képviselője. Október 6-án szombaton délelőtt 10 órára a Berzsenyi Dániel helytörténeti klubbal közösen a Szent Márton temetőbe hívják az érdeklődőket, ahol mécses gyújtással egybekötött megemlékezés lesz. A szervezet egyébként kiírta a már hagyományos őszi rajzpályázatát is, Számodra mit jelent Szombathely címmel. A technika és a műmérete szabadon választható. Az pedig, hogy miről szóljon a rajz, az abban egy tághatárt szabtunk, tehát lehet ez egy épület, egy park, egy részlete Szombathelynek, egy jellegzetes olyan szobra, vagy olyan része, amire ő azt gondolja, hogy ő neki ezt jelenti Szombathelyen a legtöbbet. De természetesen itt a fantáziára bízunk, ez most egy picit tágabb kör. A beérkező alkotásokból decemberben kiállítás is nyílik majd. Szintén erre a hétvégére, október 6-ára kínáltak programot a gencsapátiak. Délután 1 órakor indul a szüreti felvonulás, amely Szombathelyre, a Béketérre is bekanyarodik, majd jelmezekkel, szekerekkel végighalad a gencsi főutcán, hogy egy mulatsággal záruljon a nap. Október 20-án pedig még egy fontos eseményre készül a település közössége. 25 éve alakultunk mi újjá, de 1938 óta meghatározó művészeti csoportja, helyi értéket megőrző közössége Gencsapátiban a Néptánc Együttes. Évtizedeken át működött folyamatosan, illetve kisebb interregnumokkal, mi pedig 93 óta megszakítás nélkül próbáljuk meg közvetíteni ezt az értéket. A műsorunkban is ez látszani fog. Az együttes történetéből este 6:30-tól kiállítás nyílik az MMIK-ban. Ugyanitt a valaha táncoló alkotó elődök előtt tisztelegve jubileumi előadást ad több mint 120 művész, majd táncház zárja a programot.